1976-ban Vadas Ferencet, a műfáz első igazgatóját kinevezték a tanácsművelődési osztályán vezetőjének. Dobos Gyula feladatként kapta a ház vezetését. 32 éves volt ekkor. Nem volt egy könnyű feladat. Itt nagyon sok képzett, kiváló szakember dolgozott. Én bármennyire is ismertem a művelődési területet, azért nem voltam még egy-egybe szakember, tehát meg kellett először ismernem a többieknek az elképzelését, gondolatait, és egyáltalán, hogy a házat hogyan lehet tovább építeni. Itt volt egy óriási színházterem, mert a 660 férőhely azért az óriásinak számított. Oda legfeljebb Pécs tájolt. Itt pedig ki kellett találni, hogy az egész évben milyen új színházi előadások sorozata jöjjön. Na most Vadas Feriék nagyon jól indultak meg ebbe a kérdésbe, és ezt mi folytattuk 76-tól kezdve. A kezdeti időszakban náluk ilyen 30, 40, 50, 60 színházi előadásig mentek el. Ez az én időszakomban, tehát 76 és 80 között, meghaladta a 70-et is, és 70-75 színházi előadásra is sor került. Szekszárdon kialakult egy színház, színtársulat nélkül, mégpedig jól bejáratott színház. Segítette ezt az, hogy ez Babits Mihály megyei művelődési központ volt, megyei fenntartásban, tehát a mi feladataink nem pusztán a városra, hanem a városnak a tágabb értelmület környékére, és egy ilyen 30-40 kilométeres körzetre vonatkoztak, nyugodtan mondhatom, hogy az egész megyére. Na most ezt mi úgy fettük le, hogy hoztunk a pécsi előadások mellett Szegedről, Kecskemétről, Kaposvárról, Zalaegerszegről, Győrből, Veszprémből, és később a Józsefvárosi Színház is tájoltná, sőt Szolnokról is volt egy pár alkalommal, és hát amit nem hoztunk be már a házba, az a Dériné Színház volt. Azt meghagytuk a falu színházának, és a Dériné Színházi előadások itt legfeljebb gyerekelőadásként jelentkeztek. Ha arra gondolok, hogy 6 felnőtt bérlet és 2 diák bérletünk volt, akkor ki lehet számolni, hogy itt több ezer bérletesről beszélhettünk. A Babits megyei házi jellege azt jelentette, hogy a szakembereknek módszertani feladatokat kellett ellátni. A korábbi időszakban volt egy tadó. Ez egy tanácsadó, megyei tanácsadó szolgálat, amelyik a különböző kis csoportokkal, művelődési házakkal foglalkozott és segítette az ő munkájukat. Ez besöprődött a Babitsba. Tehát a normál művelődési házi feladatok mellé az úgynevezett módszertani feladatok is ide kerültek. Tehát a továbbképzése a műfázigazgatóknak, szakkörvezetőknek, klubvezetőknek, különböző megyei módszertani kiadványoknak a megjelentetése, legyen az esetleg fotó jellegű, vagy filmes jellegű, vagy képzőművészeti jellegű, vagy díszítőművészet, hogy mindjárt német névre gondoltam értelmében, tehát a díszítő. Ezekre összefogták a megyében lévő különböző kis csoportoknak a vezetőit, és továbbképzéseket tartottak számukra. Ez volt az egyik. A másik pedig a megyei szakfelügyelet. Az annyit jelentett, hogy igenis szakfelügyelőként a kollégák, a szakkollégák, a módszertaniak látogatták ezeket a házakat, és ahol tudták, segítették az ő munkájukat. Babits az ország második legnagyobb háza volt a debreceni mellett, így az országba érkező külföldi együttesek egyik turniállomásává is vált. Politikai szempontból is kedvező helyzetben voltunk. Ha szovjet vagy baráti országban lévő vendégművészek tájoltak az országba, akkor Szekszárd legtöbbször bekerült a kalapba. Hát ilyet mondjak, Mojszejev együttes, a Zsok moldáviai népi együttes, a Piatnyicki együttes, de a nem baráti országok közül is a PUK, japán állami bábszínházat itt látni. Tehát ezek olyan csodálatos élmények voltak, amik úgy feldobták a háznak a nívóját, és az érdeklődést is az emberek számára. Tehát ez volt az egyik terület. A másik, ami a kihívást jelentette, ebben az időszakban a munkásművelődés mellett a felnőtt nevelés, a felnőtt oktatás került a középpontba. Tehát annyira fel kellett ezt fejleszteni, hogy egész osztályt hoztunk létre, Illés Lázár volt a vezetője, és aki a korábbi időszakra ezt továbbít, a Bár Flóri bácsi. Azt hiszem a neve sok mindent mond, hiszen ő még vala polgármester is volt a 40-es évek végén Kisgazdapártból. De mint felnőtt nevelési oktató komoly szerepet játszott. Bekapcsolódtunk a Mindenki iskolai országos sorozatba is, és ebbe 2 művelődési központ nyert 500 000 forintot a munkája eredményeképpen, az egyik a Debrecen volt, a másik pedig mi voltunk. Ezt mindenképpen egy komoly sikernek tudom felfogni. A másik, a külkapcsolataink jelentős mértékben javultak, még tovább. Néptánc együttesünk szinte minden évben el tudott jutni külföldre,
görögországi Lefka szigetétől Párizson keresztül Románát, sok helyen a különböző fesztiválokon részt tudott venni. Az én időszakomban sikerült eljutni először a pedagógus kórusnak külföldre, ez egy hollandiai kapcsolatnak kialakítását jelentette. Azután ugyancsak külföldi kapcsolatot jelentett a Rejtvényfejtő klubnak, a horvátországi Csorral és egy lengyel egy csapattal való kapcsolatfelvétele. 5 év után is már kialakult olyan helyzet, hogy szerettünk volna még fejleszteni, de erre nem voltak meg az anyagi feltételek. Szerettünk volna jutalmazni kiváló munkatársakat, de erre nem voltak meg a feltételek. Csak példaként hadd mondjam neked, hogy volt olyan évünk, amikor ekkor már 62 fős intézményről beszélünk, a főállású munkatársakkal együtt, amikor 4000 forint volt a jutalom keretünk. És ezt is úgy nagyjából befolyásolták, hogy kiknek szabad odaadni. Na most ez nem volt egy húzóerő, holott például a szervezés óriási munkát végzett ahhoz, hogy mindig teltházak előtt menjünk. Tehát az emberek azért nem ömlöttek úgy be, hogy mindenre akartak volna jönni. Pékné Marikáéknek a szervező munkája eredményeképpen viszont így sikerült. Na most eredménynek tartom azt, hogy olyan kollégákat sikerült az intézménybe hozni, akik később is bizonyították, hogy ide való. Az én időszakomban lett a Szabadi Misinek az asszisztense, a Kapási Júli. Tehát ő bizonyította az intézmény élén is évtizedes tevékenységével. Az én időszakomban került a felnőtt oktatási csoportba Halmai Zsuzsa, aki szintén bizonyította, hogy valóban ide való. Tehát úgy érzem, hogy ezek a tényezők, ezek pozitívak voltak, és a háznak a munkája, az, hogy most szerintelen vagyok, és azt mondom, hogy a fénykor körül volt, ez az aranykora volt kb. A Babicsnak.